Tesó, nem rossz volt, tényleg. Hallod? Félre ne érts, tényleg, tehát nem akarok beleszólni, mert ez a ti dolgotok meg minden, de ha véletlen esetleg úgy adódna, itt van egy csomó vendégszoba, nyugodtan így elvonulhatok ketten oda. Értem, hogy értitek, aki ennyi, ez nagyon nagy világ, gyerekek. Na, bulizzunk, gyerekek, óriási party! Nyomjad! Várjál már! A cukrok! Várj, ki az a ember! A ló! A baszi! Ott van az a cukrok! Megfordulják! Jó világ! Van gyerekek! Megfordulják van gyerekek! De ha már így a cukrok ne tartunk, kéhes! Enni kellene, nem? Rendelünk pizzát, nem? Biztos, hogy nem! Ne legyél már ennyire! Hallod, itt van ennyi ember, tök fullos buli, meg tök gazdag, vagy nehogy már pizzát rendelj sushi! Ki akar sushi? Sushi! Sushi! Ennyi gyerekek, jön a sushi, rendeljünk sushi! Annyira köszönöm nektek, hogy ilyen kitartóak voltatok. Tényleg. Most ez egyszer megérte. Ennyi. Persze, itt van a zsebembe, plusz 20 rangy. Mi van, Niki? Semmi, nem lényeges, most ünnepeljünk. Mi lenne lényeges? Hát látom rajtad. Hát lányok, Máté nem keresett. Azóta sem. Aj, most nehogy már a Máté. Annyi pasi van a világon. Istenem. Most nem pasik miatt szóval. Jó, erre bontottam is. Vigyál egy kicsit, és nyugodj meg. Ja, igazatok van. Viszont én most elmegyek egy kicsit sétálok, ha nem haragszatok meg. De most magányra van szükségem, de semmi gond, tényleg. Jó, csak biztos? Vigyázz magadra, jó? Biztos. De szóljál. Ne keveredjél. Nem fogok. Mi a baja szerinted? Miért megy el sétálni? Szerintem már elege van a pasikból, hogy a Peti is, Máté is. Jó, most engem sem keresett, Gege. Édes szívem, ezen meglepődszed, már megvoltál neki. Egy strigula, egy plusz, ennyi. Tudod, hogy ilyen az a pasi? Hát, Ordobánkám, drága barátom, megmondom őszintén, azért irigyellek, ahogy itt a csajokkal vagy asszony, itt a barátnő, én meg itt küszködök a nőkkel, de komolyan. Igazán, elmondhatnám, mi a titkod. Hát figyelj, de Gabikám, nincsen ebben semmi nagy titok. Igaz, hogy egyetlen egy jókáis tanfolyamon se tanítják ezt, tehát egy-két hasznos tanácsot én tudok neked adni. Figyelj ide, azt látom, hogy egy kicsit te, vagy lehet, hogy nagyon is görcsös vagy. Lazára kell ezt venni. Nem szabad ezt a mai világban túl játszani ezeket a dolgokat. Látod, a fiatalok ilyenek, így gondolkodnak, kihasználják a lehetőségeket. Mackó? Mi a Mackó? Tudtam, hogy a halkon, halkon, mert meghallhatja. Hát majd azt hiszi a Tomina, mondom, nem? Hát jó, ő jó, is jó, 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 de hát igen, itt lakik. De. Na mindegy, csak azt akartam neked mondani, hogy megkaptam az ajándékot, és milyen annyira örülök neki. Hát az olyan, ja, amit tőled kaptam, drága, olyan egy figyelmes, aranyos Mackó vagy, pont a méretem, annyira örülök neki, és alig várom már, hogy megmutassam majd. Tehát felvettem jó, neked este, jó? Szíves, jó, szíves. Na jó, akkor megyek, csak ezt akartam. Jó, jó, szia, drága. Szia, Tibi! Na, már itt is vagyok. Na, végre, hogy megjöttél. Képzeld, van egy szuper képességem. Szeretnéd tudni, hogy mi az? Milyen szuper képességem? Kérem a tenyeredet.
tudok. Az az én szuper képességem, hogy tudok tenyérből jósolni. Micsoda? Komolyan. Tenyérből látod itt, tudsz látod itt, jósolni. Látod itt ezt a hosszú vonalat? Igen. Ezt itt a hosszú. Ezt igen. Tudod, mit jelent? Na, mit jelent? Azt, hogy nem sokkal később ez a vonal és ez a vonal egybe fog kelni. Bizony. Semmi. Minden oké. Okay. Én azt mondom, hogy menjünk föl táncolni, és nézzük meg, hogy mi jön ki ebből a vonalból. Na? Jó, menjünk. Gyere. Sebikém, nem szeretnél valahol máshol unatkozni? De elmehetek, hogyha a Timi is úgy akarja. Jó szórakozást! Haj, annyira izgulok, Petra, végre egyszer valamit el tudtál intézni. Na, hol van már az a szállás? Mi lesz, lakókocsi, ilyen jó nagy? Nem, majdnem. Menjetek csak még egy kicsit tovább. Még előrébb? És ez lenne az. Na, menjünk tovább akkor a szálláshoz. Hát ez nem lakókocsi. Vicce. Én egy szóval sem mondtam, hogy lakókocsi. Nem, ez biztos, hogy nem az. Te kisebb nem volt. A mi kis házunk. Nem, Petra, tudsz számolni, édesem? Hárman vagyunk, ez maximum két személyes. Jó, mindegy, jó. Majd összehúzzuk magunkat. Ez jó. Jó, hát jobb, mint a semmi. Ne idegesítsetek már fel, majd komolyan. Kérlek, ne csináld, majd akkor én itt kint fogok aludni, és akkor elfértek kettőt. Jó, három éjszakára, ez tökéletes. Mi egyetlen egy éjszakát vagyok hajlandó ebben tölteni, jaj, érted? Még meg sem nézted, legalább nézd jó, meg. Majd mi kint alszunk, jó, te meg majd ott egyedül el lehet. Hallod, szerinted ráírjak a gegére? Á, ne írj. Mi van? Normális vagy? Bent van egy pók! Nem biztos, hogy nem fogok itt aludni! Szedem! Biztos, hogy nem alszok! Jézus úristen! Ti nem vagytok normálisak! Nem fogok itt aludni! Bolonda! Koncertő mentünk az a felé, gyalog. Hoppá, mi sátunk se volt, így van, jogsinékül, mesztelen. Hatter, ezt azért ne nagyon reklámozom. Hát te meg a sátor, meg mesztelen arra. Hatter, nem nagyon hallom a sztorit. Rúgzenekar, anyukám. Hatter, nem nagyon hallom a sztorit, mert kicsit hangos ez a zene. Adjál rá, Igré, egy kis hangot. De senkit nem érdekel, hogy te mit hallasz, Tomika. Hallgasson a szinkróniáidat, jó? Nem tudom, Atya úr, most meg kit hoztatok ide? Honnan lőttétek el nekem? Úgykor is vendégek, vendégek. Na jó, ebből elegem van, komolyan mondom, ugyanolyan emberek,
mint bárki, most na, miért kell őket kiállítani? Nem vagyok kíváncsi, be, jó? Fesztivál, szesztivál. Inkább leszek velük, mint veled egy fedél alatt. Kapcsolj vissza, ne tárj velük a sátorba. Legalább a jó zenét. Egyszerűen nem értem Tomit, mi baja van neki a pánkokkal? Lehet, hogy kicsit furcsák, és sohasem tűnnek szomjasnak, de ettől még tök jó fej. Gratulálok! Papám! Kis csak egy rendőrség, mi? Ne vállalod, tökös fiú napja. Így van, nézd meg! Imádom ezt a lányt! Ezt a menjünk be! Végre van egy kis élet, nem? A kertben. Állam a jó Istennek. És a nem, ők is emberek, nem? Mi is ilyenek voltunk, én csak nem tarajunk volt, nem? Fiatalság, bolondság. Én annyira kitáncoltam magam, de én most hazamegyek, és a Lilát is szeretném inkább megkeresni, mert nekem Alex egy kicsit olyan, de nem tudom, durván táncol vele. Igazából szerintem az Alexszal nem lesz probléma. Az tény, hogy volt barátnői, néha meséltek róla egy-két furcsa dolgot, de... De mit? De, hát tudod, milyen az Alex, és mert nagyjából ismered, és kicsit heves természet is, és néha kicsit de megütött túl... már csajt? Nem, azt így konkrétan nem, de mondom, szerintem nem lesz vele baj, mert így ismerem, és szerintem jól szóval. Hello! Sziasztok! Na, mi a helyzet? Jó minden? Ja, figyelj, Lila, egy picit tudunk beszélni. Persze, egy pár, ilyen csajos dolgok. Na, figyelj, nekem az Alex nagyon durva veled. Nekem ez én egy picit feltelek tőle. Hogy elfedorva? Nem tudom, ahogy táncol veled, meg úgy az egész, úgy nem... Úgy érzem, hogy még az Áron is azt mondta, hogy egyébként hallott ilyen sztorikat. Tényleg? Igen. Ezt is mesélte, hogy így a barátnőivel is már volt durva. Komolyan? Igen. Úgy mondom neked, hogy annyira ismerem, hogy amit szeretnék tőle, azt tudjam kezelni. Nem lesz semmi baj. Oké? Jó. Hozzunk! Gyere csak velem! Na, hova? Erre voltam. Jó. Se van. Mi most akkor egy kicsit léptünk. Jó szórakozás. Na, mi lesz? Nekem most Lilával kell mennem, ne haragudj. Love is a journey, life is so short. Ilyesről. Ember! Ez mi? Ő volt? Hallod? Ti mit csináltok? Ő volt. De mi az, hogy ő volt? Ti mi a műveltek ember? Hallod? Eljöttök bulizni vendégségbe, azt összetöritek? Hát ez mi a De most komolyan! Ezt most olyan gondoltátok? Most tényleg? Ennyire ráizgultál a csajra, hogy izért? De ember, ez most mi? Egy kicsit cukrokkal menni. Hogy te mit akartál lenni komolyan? Ember, ez mi? De most tényleg? Na ez az, amit nem. Apám 10 éve tartogatja azt a bombontartót, hogyha megtudja azt, hogy széttört, kitekeri a nyakamat. Elég feszült lett itt a hangulat, és még jól se laktunk. Egyébként nem ezért jöttünk, az idő meg még fiatal, úgyhogy szerintem megnéznénk valami kis bulikát. Menjünk, bulizunk, hogy jól van. Micsoda? Menjetek hát akkor. Végül is felett kaját. Most ti is mentek, lányok? Egy kis buli, nem? Még a város előtt bulik vannak. Aha. Aha. Menjünk, nézzünk be valahova szerintem. Zoli, benézhetünk. Mi segíts, a? Leszállnom, kérlek. Le akarsz lépni, és még vegyelek is le? Igen, kérlek. Ezt hallod? Most tényleg egy csaj leofolodik, és mentek vele? De... Ne vizsgálj. De most komolyan... Hallod? Várjál. Zoli, miket csinálsz te most? Ki érdekel már az a sushi? Hát például engem. Azt gondoltam, hogy téged érdekel. Jó van, akkor menjetek. Ti is, lányok, tök jó a buli. Majd nem közelebb, Tali. Persze, Tali. Hogy ne, benéztek, hogy ne, benéztek, kinézzek valahova. Jó bulit, sziasztok. Így utólag semmi értelme nem volt. Bocsi, és lehetszük, akkor én maradjak, vagy mehetek? Nem, menjél te is nyugodtan, neked is jó éjszakát, te is kicsit nézzél be a városba, aztán akkor izé full te emberi. Köszönjük a zenét. Ajándékba egy-két lupit elvért.
Csá! Te az én barátnőmnek ne tartott vásárolt? Azt gondolod, hogy ez nem derül ki? Drága pezsgő, meg kaviár, én nem hiszem, hogy ezt ők csak úgy szívességből csinálják. Biztos, hogy várnak cserébe valamit. Nem, barátom lefeküdt az exemmel. Szeretném, hogyha kifizetnél bennünket. Micsoda? 200 000 forintot szeretnénk kérni.